A vírus helyzet miatt csúszott a szokásos május elejei ünnepség a Vöröskeresztnél, így a világnapi ünnepségre most kerítettek sort a megyei szervezetnél. Ennek fénypontja minden évben az önkéntesek munkájának elismerése. A köszöntő beszédek elhangzása után 14-en vehettek át különböző országos, illetve megyei kitüntetést a szervezetet éltető példás empátiával dolgozó önkéntesek, akiket a Vöröskereszt megyei igazgatója Gulyás Katalin és a megyei szervezet alelnöke Kisné Hóner Magdolna laudációjában személyre szólóan méltatott. Sok-sok önkéntesből a kollégák és a vezetőtestülettel együtt választjuk ki mindig azokat az önkénteseket, akik a világnap alkalmából az év önkéntese lesznek, vagy bronz fokozatú elismerésben részesülnek. Több évtizedes a Vöröskereszt mozgalmat egészségnevelő munkájával, az önkéntesek felkészítésével segítő dr. Kis Mária főorvos, aki a Vöröskereszt szekszárdi szervezete elnökeként is tevékenykedett, gyémánt fokozatú elismerésben részesült. A két ezüst mellett egy aranyfokozatot osztottak ki az idén. Ez pedig a teveli szervezet elnöke dr. Antal Tamás kapta, aki példamutatóan gondoskodik az idősekről és a rászorultakról a településen, és igen aktív és eredményes is a viradások megszervezésében. Az ünnepség keretében adták át az életmentő díjat, mégpedig egy bonyhádi fiatal hölgynek, Straubinger Editnek,